Október közepétől november elejétől hazánk madár állománya kicserélődik. Lassan beköszönt a tél is több faj, köztük a barátposzáták vagy a fülemülék már délebre vonultak, hogy ott vészeljék át a telet. Vannak azonban olyan vonuló madarak, amelyek a nyarat tőlünk északabbra töltik és telelni jönnek Magyarországra. Akár a városban sétálva is felfigyelhetünk a darvak jellegzetes hangjára, akik nagyszámú kolóniákban repülnek. Esténként a szegedi vagy a kardoskúti fehértavon éjszakáznak és nappal vonulnak ki a táplálkozó területeikre. Darvakhoz hasonló viselkedést mutatnak a vadludak is, vagyis a nyári ludak, nagy lirikek, kis lirikek csapatai. Hasonlóan vízfelületeken, akár a kardoskúti fehértavon éjszakáznak, és onnan járnak ki táplálkozni. Emellett a Maroson megfigyelhetünk mostanában népes récecsapatokat, akik között nem csak az általánosan nálunk előforduló tőkésrécék található meg, hanem mostanában színesedik a paletta, és akár fütyülőrécék, nyilfarkú récék, vagy barátrécék is felbukkanhatnak. Lassan elindul a madáretetési szezon, amit akkor érdemes elkezdeni, amikor a hőmérő higanyszála tartósan mínuszban marad. Gyakran keresik fel az etetőket a cinegefajok, a fekete és fenyőrigók. Ilyenkor találkozhatunk északi vendégmadárkákkal is, mint a fenyőpinty, a süvöltő vagy a kerescsőrű. Madáretetésnél arra érdemes figyelnünk, hogy alapvetően természetes táplálékokat kínáljunk a madaraknak. A legjobb ilyen madárelesség nagy olajtartalmú, natur, nem sózott, nem pörkölt napraforgó mag. Igazából, ha csak ezzel etetünk, már az is önmagában tökéletes és elegendő, de színesíthetjük a felkínált elességet például kölessel, vagy egyéb kisállat áruházakban kapható madárelességfélékkel. Óvatosan bánjunk a zsiradékokkal, ezek csak is állati eredetűek és natursótlanok legyenek. Balati Hamér kiemelte, a madarak itatása egész évben fontos, de figyeljünk arra, hogy télen ne fagyjon be a kihelyezett víz, hiszen ezek az apró termetű madarak nem tudják feltörni a jeget.